Váratlanul visszalépett Újpesten az ellenzék közös polgármester jelöltje. Az egykori KDNP Szalma Botond családja biztonsága érdekében hozta meg döntését. Híradón kérdésére azonban cáfolta, hogy megfenyegették volna őt vagy családját. Április 6-áig, amikor is elindul az európai parlamenti választási kampány, én azokkal, akikkel meg lehet állapodni, én ki fogok állni, hogy ők a polgármester jelöltek. Aki bújt, bújt, aki nem, nem. Ezt kedden este jelentette be az Egyenes beszédben Karácsony Gergely. A baloldal közös főpolgármester jelöltje akkor még úgy tudta, hogy Újpesten már a jelölt személye is biztos. Szerda reggel azonban a 4. kerületi MSZP, DK, Momentum, Párbeszéd, LMP és Jobbik közös közleményt adott ki arról, hogy jelöltjük családi okok miatt visszalép. Az egykori KDNP Szalma Botond családja biztonsága érdekében hozta meg döntését. Gondolhat, hogy x hónap tárgyalások után, 3 héttel az éles bejelentés után ez mondjuk nem egy tréfa volt, meg nem egy vicc volt. Meghozta a döntést. Igen. Hát önnek ez a dolog. Megfenyegették? Nem fenyegettek meg. Érkeztek olyan jelzések, hogy baja lehet a családjának, hogyha... Nem érkezett ilyen. Szalma Botond híradónknak azt mondta, hogy továbbra is támogatja a széleskörű ellenzéki összefogást Újpesten. Nem is félek, most se félek. De ezt a lépést meg kellett, hogy tegyem, higgyen el nekem. És az elképzelhető, hogy ez a krízis megoldódik, vagy ez a probléma esetleg megoldódik minél hamarabb, akkor később visszatér mégis egy másfajta szerepben esetleg a... Könnyen lehet. Könnyen lehet, de ezt nekem most meg kell oldanom. Az MSZP szerint hamarosan akár Karácsony Gergely jövő szombati határidejéig megtalálhatják az új közös jelöltet. Újpesten több pártnak több olyan politikusa van, aki alkalmas lehet Újpest városvezetésére. Azonban miután keveset tudunk egyelőre még a visszalépésről, ezért magunk is várjuk az információkat. Az a megfogalmazás, amit én olvastam, hogy amivel tudok, azért az sok kételyt és sok kérdést vett fel. Az LMP pénteken dönt a párt budapesti választási stratégiájáról. Én nem gondolom, hogy ekkora sietségre lenne ok, vagy ilyen kényszerben, időkényszerben lennénk. Az egészen biztos, hogy itt a tavasz folyamán valamilyen megállapodásra, valamilyen megegyezésre kell törekedni, erre kell jutnunk. A Jobbik sajnálja, hogy Szalma Botond visszalépett a jelöltségtől. A DK jogi elégtételt venne, ha bármelyik jelöltjét megfenyegetnék.